Sziasztok! Itt vagyunk a Tuning Burgernél, ők fogják vinni a gasztro részt a Monyolenden, és egy nagyon izgalmas fázisához érkeztünk ennek az együttműködésnek. Most fogják először letesztelni, lefőzni azokat az ételeket, amiket a Lenden fogunk majd együtt enni, kóstolni, falatozni. Úgyhogy tartsatok velünk, és nézzük meg, hogy milyen kínálat lesz akkor a Monyolenden. Robi, hát ez egy brutál jól néz ki, mindjárt meg is kóstoljuk, valószínűleg brutál finom is lesz. Mi volt a koncepció lényege, mivel készültetek nekünk Monyolendre, és egy pár szót így a koncepcióról légy szíves, foglalkoztatok. Nézd, én át is adnám a szót a séfemnek. És igazából már csak azért is, mert őt illeti ez a fajta dicséret, amit már itt láttok. Én egyetlen egy dolgot kértem tőle, minőségi alapanyag legyen. Könnyen fogyasztható, árérték arányban tudjunk olyat nyújtani, hogy közönség, aki oda fog járni, ne érezze meg terhelőnek, és vigye jó hírünket. És akkor a maga részleteket meg átadnám Csabának, ezt ő fogja elmondani, hiszen, mint említettem, őt illeti a dicsőség. Sziasztok! Igazából annyi lét a gerincéről elmondani az egész dolgoknak, hogy próbáltuk a első körben a Tuning nevet, amivel ugye a piacra léptünk a hamburgereket is fölvenni az étlapra, illetve amiben megerősödtünk később a barbecue-ban, illetve a koncert jellegére, illetve az, hogy sétálós ételeket is tudjunk készíteni. Nyilván ezekben vannak olyan ételek, amik nehezebbek, vannak könnyebbek, és vannak vegetáriánus ételek, hogy mindenkinek igazából az ízlésére hajazva mindenki megtalálja a saját magának tetsző dolgot. Itt a quesadillától kezdve a pulled pork szendvicsen keresztül, a csirkeszárnyig, a barbecue csirkeszárnyig, a amerikai füstölt kolbászhoz, az egyéb olyan kurens dolgokhoz, amit mi csinálunk, csak hogy füstölünk csemegeuborkát, és ez van a barbecue-nál. Tehát mindenképpen olyan ételeket szerettünk volna rárakni a nagyon nagy szegmensünkből azt a keveset, hogy mi meg tudjuk mutatni ott mindenkinek, hogy igazából mikkel foglalkozunk minden téren. Szóval egy méltó partnerei szeretnénk lenni a Monyó sörfőzdének, aminek a munkásságát a kezdetek óta követem, és valahogy érdekes a párhuzam is, mind a kettő 2014-ben alakult, vagy akkor kezdtük el jól csinálni, azt gondolom, vagy akkor kezdtünk ráérezni erre, hogy hogyan is kell jól csinálni, és hogy tényleg azt nagyon-nagyon mindenképp szem előtt tartva, hogy a Monyónak megfelelő és hiteles partnereit tudjunk lenni. Szuper, akkor most essünk neki, jön a leghálásabb rész ennek a kóstolónak, és akkor mi is utána gyorsan véleményezzük a tételeket. Köszönjük szépen! Szólalni ennyi finom kaja után, talán nekem a favorit a kolbász a dijoni mustárral, az brutál jó kombó volt, de a hamburger is, a cáfanyás illahagymás öntettel marhapofa, az is egy brutál jó volt. Én tényleg nagyon várom, hogy egy jó koncerthez, jó zenéhez, jó söröket és ezeket a jó kajákat meg tudjátok kóstolni, mert szerintem ez így egy nagyon ütős kombó, és nagyon minős. A gasztronómia szerintem az brutál jó lesz, és szerintem a zenekarok terén se lesz panasz, úgyhogy én nagyon várom, hogy nyissunk, és megkérdezzük akkor még gyorsan Tamarát, Antit meg Matyit is, hogy nekik mi volt a benyomásuk erről a gyors kóstolókörről. Hát nehéz kedvencet választani, de én őt választanám csirkemelles, csirkés avokádós, igen, hamburger. Fantasztikus. Burgonya az különösen, és hát a coleslaw. Igen, magáért. Na hát én sem tudok egyet kiemelni. Nekem az tetszett az egészben, hogy nagyon jó harmóniák voltak, és nem voltak sablonos dolgok. És tényleg mindenben az érződik, hogy szívvel, lélekkel készült, végig van gondolva. És hát annak örülök, hogy általában
az ilyen jellegű koncerthelyszíneken, amin mi leszünk, nem szoktak ilyen nagy gondot fordítani az ételekre, a gasztronómiára, és hát nagyon örülök neki, hogy együtt tudunk menni, és ilyen, ilyen ételkínálatot tudunk nyújtani a résztvevőknek. Én nyilatkozatképtelenre vettem magam. Gyakorlatilag minden, ami a Smokerből kijött, az egészen elképesztő volt. Tényleg nagyon nehéz külön bármit kiemelni, és ami hihetetlenül nagyot dob az egészen, az tényleg a vendéglátás. Tehát az, ahogy jó, hogy mi egy kicsit benfentesek vagyunk, de hogy tényleg az a szeretet, ahogy felénk fordulnak az ízeken túl az urak is, az priceless, az megfizetetetlen. Hát ez volt a monyolendes menü előkóstoló videónk. Tényleg nagyon-nagyon várjuk, hogy ti is meg tudjátok kóstolni ezeket a fogásokat jó monyósörök mellé egy király koncerten. Úgyhogy tényleg gyertek ki Monyolendre, várunk titeket egész nyáron, tele leszünk koncerttel. Ha tetszett a videó, akkor tudod, nyomj egy lájkot, nyomd be a csengőt, iratkozz fel, köszi az 1000 feliratkozót, már több mint 1000-en vagyunk. És akkor jó készülődés nekünk, ti pedig gyertek minél többen a Monyolendre. Sziasztok! Stay, stay, stay on the shade.